a Tiedona, úgy mint Krajcsák Márkó, ugye, mint említetted, 6. illetve 10. alkalommal tudták megvédeni a bajnoki színüket. Ez azt bizonyítja, hogyha valaki beleteszi a munkát, tehetsége is van, megvan a kellő alázata a sportág iránt, akkor ilyen hosszú ideig is el tudja venni az első helyezeteknél járó címeket. Well, these are strange days, we're living in today, say la vie, say la... Játszottunk ugye a szezon elején, és úgy éreztem, hogy még mindig van bennem annyi, hogy megpróbáljam idén is a bajnokságot. És az Andrással egyezkedve végülis úgy döntöttünk, hogy akkor nekiállunk a felkészülésnek. És hát évről évre egyre nehezebb egyébként, mert nagyon jönnek fel a fiatalok, de úgy gondoltam, hogy talán még a rutin még mindig tud rajtam segíteni, és hogyha kondiban ott leszek, akkor talán tényleg összejön ez a 6. bajnoki cím. Tudtam, hogy nagyon jó erőben van, és nagyon dinamikus, lendületes a játéka. És az volt a célom, hogy ne legyen 5 szett, mert azt lehet, hogy nem bírtam volna ezzel a tempóval. Sokat rontott szerintem. Nagyon akarta ő is, és belement a csapkodásba, és ez nekem kedvezett. Nem voltam egyáltalán biztos abban, hogy meg lesz a 10. bajnoki címen. Komolyan vettem abszolút, minden meccsem előtt bementem a pályára, ütöttem, felkészültem rendesen, bemelegítettem a lábamat rendesen, hiszen egy részleges combizom szakadásom volt januárban, és egy hónapon keresztül tudtam egyáltalán edzeni. Összesen egy 3 hetem maradt arra, hogy erről az OB-ra felkészüljek, de szerencsére jól sikerült. Most már mind a ketten kívülről belül ismerjük a másik játékát, itt nyilván ahhoz, hogy meg tudjuk lepni a másikat, mindig valami pici újat kell kitalálni. Neki is megvan a taktikája ellenem, nekem is megvan az én taktikám ellene, és talán mivel jobb állóképességem van nála, vagy többet edzem, ezért jobban tudom irányítani a játékot, és talán ebbe tudok jobban érvényesülni ellene. Azt hiszem, hogy évről évre egyre színvonalasabb meccseket játszunk, és akármennyire is úgy tűnhet az elmúlt pár év tapasztalatai alapján, hogy Török András, ezek Krajcsák Márk csapatosszal a döntőben, mindig van egy-egy ifjú tehetség, aki meg tudja nehezíteni a dolgukat. Idén azt hiszem mindenféleképpen ki kell emelni a 3. helyen végzett Farkas Balást, aki a ranglista 6., majd 5., majd a 2. helyezettjét is megverve végzett a 3. pozícióban, és azt hiszem, hogy egyre több ilyen fiatalra számíthatunk, akik a jövőben már meg fogják nehezíteni a két legjobbnak a dolgát. Erre az évre azt szerveztem, hogy megverem a 4. és a 8. között lévő játékosokat a magyar ranglistán, és ez sikerült is, és jövőre is szeretnék jobb, vagy pedig ugyanilyen eredményeket elérni. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy megerősödjön az utánpótlás. Idén tavasszal indítottuk az utánpótlás támogató pályázatunkat, amelynek keretében közel 3-400 gyerek kezdi el a szkvasolást, és nagyon bízunk benne, hogy akár már 1-2 éven belül is megjelennek olyan fiatalok, akik még esetleg ismeretlenek a mostani játékosok számára, de pár éven belül már ott lesznek, és nehezítik a dolgokat, akár a selejtezőben, vagy akár a főtáblán is.